Osorvos Mindan. A szarvas a hallal együtt az ember legfőbb tápláléka. Isten adta mindkettőt. Volt két táltos, két isteni testvér. Kezdetben a földön éltek, de nem volt mit enniük. Útra keltek. Egyikük a felső világra ment, ahová álmában szokott járni, ahol négy lábúak és madarak éltek. Ő lett a vadrének atya. Ő ejtette le a sovány földre ezt a nagy gazdagságot. Ő gondoskodott arról, hogy amikor majd az emberek világa eljő, legyen a földön ennivaló tömérdek. Égbolt! Égbolt! Nyiss ajtót! A másik testvér az alsó világba ment. Agyag, agyag, nyiss utat! Ő lett örökkön örökké a vizek ura és a halak atya. Ő adta nekünk mindazt, ami a föld alatt, víz alatt él. Ez nem buta mese. Ezt öreg táltosok mondják így. A szarvas többennél. A világ kezdetén az egész földet sík jég fette. Nem éltek rajta emberek. Fű sem nőtt rajta. A jégen jégfalú ház állt. Benne egy ember. Fehér ember volt a neve. Azt mondogatta magában... Jaj, ennek rossz vége lesz. Feleséget kell keresnem. Ki vagy te, Hugo? Minden állat féreg madár anyja leszek. Mind belőlem születik. Hallottam rólad, és vendégségbe jöttem. Szeretnék játszódni veled. Ezután rögtön született egy gyerek. Az ember látja, hogy ez a gyerek egy nőszülte zsenge fűszál. Vidd magaddal! Ettől majd fű fa takarja be a te jeges földedet. A fű kihajtott és gyökeret eresztett. Az ember meg minden nap megnézte. A hetedik nap a gyöpös terület akkora lett, hogy még egy ház elfért volna rajta az övé mellett. Akkor így szólt fehér ember. Lehet, hogy valami repülő isten vagy más efféle meg akar itt telepedni. Ha megtelepszik, az én földem nem lesz nagy. Miért jöttél megint? Aludjunk ismét együtt. Játszódjunk.
megint született egy gyerek. Látja az ember, hogy olyan ez, mint egy rén szarvas. Csak szarva nincs. No, vidd el a gyereket. Menj a saját házadba. Közben már az egész földet fű, fa fedi. No, fiam, az én nevem ez. Először a jégben laktam. Jégből volt a házam. Ilyen vagyok én, a föld istene. Te őrzöd a föld színét és gondozod testvéredet, fűgyermeket. Ezért a te neved földrénje. Te leszel az új föld istene. A jövőben meg kell védened a földet a tollas szarvas istenektől. Apám, szarv nélkül nem tudok verekedni. A szarvas isten elveszi tőlem a földet. Szarvaidat őrizd meg. Az egyik kőből van, a másik mamut agyarból. Egyszer itt emberek fognak születni. Az ő apjuk is én leszek. Vigyázz rájuk, testvéreidre. A szarvas ennél is több. Nem csak testvérünk ő, édesanyánk is. Amikor leszállt a földre, ő maga teremtette magából a földet. Amikor testé lett, földé változott. Húsából, csontjából lett maga a föld. Szarvlapátaiból a hegyek, szőréből a végtelen erdőségek, elfolyó életnedveiből a földi vizek. Szarvas anyánk velünk van most is, amíg csak élünk. Elválaszthatatlanul. Lelkem, anyám, óvó állatom! Szarvas a lelkünk. Ha meghalunk, anya állatunkkal, szarvasunkkal egyesülünk ismét. Mi a szarvas népe vagyunk. Halottaink szarvas alakban járnak. A szarvas lét halál. A létezés egyik alakja, fele. Amikor kitelik az év, apánkat a napot is szarvas ragadja a túlvilágra. Az égi vadász azért űzi minden télen a szarvast, hogy tőle a nap elorzott lelkét visszaragadja. Szarvas édesanyánk óv és betakar, mint a hó. Ő maga a téli égbolt. Az ő szarva soha le nem hull, és ágasan-bogasan össze-vissza nő. Az eget tartja fönn. Őseink úgy mesélték, hogy a világ addig áll fenn, amíg a szarvas őst az üldöző vadász le nem teríti. Ha így van, a világ örök. Mert csillag csillagot, mióta ember él a földön, még utol nem ért. Ég és föld létre jönnek. Ég és föld teremtődnek. Szárnyas ős a vad. Véres kézi. Két férfi megszületett. Ünöcském! Ünöcském! Rossz álmot álmodtam. Ugyan micsodás rossz álmot láthattál? Én biz azt álmodtam. Hóforgatagos napot küldött égatyánk. Szélförgeteges napot küldött égatyánk. Napkeltén szétnézek, hát a szárnyas és kezevéres jő lopva
Turúsas tollas, sebes nyillal, téged megsebez. Vagyom bizony én nékem, hét hófutó leánykám, űnőcském. Ugyan mi csodás baj érhet engemet. Hímecském, ha itt valakit megölnek, te leszel az. A szilaj szarvas csorda, előlünk eliramadék. Nem érjük el, nem ejtjük el! Engedj engem előre! Szárnyas kősak a hótalkon közelek, nyílparikás fottyát, ahová levetik, koncélnak kedves kisló keresztül. Csizmának kedves kisló keresztül. Szárnyas kősak a turulsas tollas. Sebes nyilván! Szárnyas nyilván jobb oldaljába csatolj bele akarsz, hát vágtas vadul, meg se állj, csak hol a föld elfogy már, hol ég és föld összeér, nyilam, tudom, ott elér. Ősapám, felső ég! Őszapám, felső ég! Ha égen tündöklő fényállatnak alkottál, most megmenekülök. Világ végén ég tenger tündöklik, engedd szélére, hadd menjek! Felső ég, atyám, jő nem soká élő haló világ, jő nem soká embert hozó világ, hogy tudna így szarvast halandó legyőzni? Óriás teremtményed képes minden embert szarvával ledöfni. Ama lába levágott négy lábú szarvasvad,
most fölcsillant az égen. S az üldöző szárnyas ősapa hótalp nyoma most fölcsillant az égen. A történet folytatása népeink eredetét meséli el. Az én földem de messze elmaradt mögöttem. Miféle föld lehet ez? Nem ismerem. Ezt a szarvast is ki tudja, ki ítélte meg, hány napja üldözöm. Aztán, ha megölni, meg is öltem. Innen hosszú az út hazáig. Haza hát nem értem. Elindult arra felé, amerről jött. Hosszú ideig mente, rövid ideig mente. Egyszer csak szembe találkozott véreskező magányossal, gyalogjáró ősapával. Az még most is a szarvast üldözte. Megölted a szarvast, vagy elszalajtottad? Megölni megöltem, de olyan messze öltem meg, hogy a húsa javát is ott hagytam. Én most megyek haza, de ha kell neked a szarvas hús, hát csak menj, vedd el. Ahogy visszafele jöttem, szárnyammal a hóba jelet tettem. Ezen a nyomon rátalálsz majd. Meg is eheted, ott is maradhatsz, mert gyalogos ember onnan haza többé nem juthat. Ezzel hócsizmája szárából előhúzta a szarvas másik levágott lábát, és odaadta gyalogjárónak, hogy legyen mit ennie, még megtalálja a húsát is. Az én hazám innen messzire van. Gyalog nem is jutok vissza soha. Földnek föld ez is. Hal is jut, vad is akad. Nem lesz itt rossz. Itt maradok. Ettől a két embertől eredt népünk két nemzetsége.
fehér ménúr csikó vízivójain napkelése irányában, Dona folyó anyának lakhelyén. Vizet venni leereszkedő hajszarvait szétfésülő, jávor szarvas ünő leány, lányok között ékkő jött. Vizet venni elfelejtett. Fehér harmat fű lófit bámulva, szemét rajta felejtette. Hosszan nézve nézegette. Sóhajom néked, sóhajtom, de nem telt éveim betelték, gyújtatlan tűzhelyem gyújtásáig, leendő menyegzőm náz ágyáig, így gyönyörű csikót nem látok, a fékjénél fogva vezethetem, ég atyát áldó szókkal illetem. Szarvas ünő, tavatűnő, vízben hagyott víz, másodnak nincsen nyoma. Rejtekeden, rejtekezel, fűben nyomott fű, másodat szél elfutta. Szarvas ünő, én szerelmem, téged kellett célba bennem, téged kellett csillagszörűt, hét burjasat megkeresnem. Szarvas ünő, életemben eljövendő, te vagy igényimet teljesítő. Szarvas ünő, ha meglátnál, visszafelé a fortunál, elfutnál, el ne fussál. Thank you.
5 éve éltek új hazájukban. Egy nap ismét vadászni indultak kíséretükkel. Száll a madár, száll az ének, két fiáról szépen ének. Zengő madár ágról ágra, zengő ének szájról szájra. Hogy elmondtak otthon ülni, halat csalni, őzet űzni, új kalandra, szebb csatára ereszkedtek a pusztára. Takaros szép lány, erkölcs erő nem ér semmit, vének vágyak korral színik. Nyisd ki kapudat, s nézz rám, ne küzd, ne bízz, végezd a vágyat. Holdom sarudat, öved csatját, gyere, végjössz térded az égem. Gyengel vagy öreg, betűimet írom a könyvbe. A vadonban Belár fiainak nejeire, kik férjük nélkül sátraikban múlatának, és gyermekeikre bukkanának. Tarka bakka jár a török, csúnya, csipás, szeplős! Épp a kürt ünnepét ülték. Üdvözd légy törvénybálvány, tolmácsa az égnek! Bocsánatért gyónok, tanum rá a tengeri kékség! Nem késik a bosszú, megtérül a kölcsön. A nőket vagyonostul, sebes nyargalva a Meutis ingoványaiba vivék. Történt pedig, hogy azon gyermekek közt az alánok fejedelmének, Dulának két lányát is elfogák. Dula két lányának egyikét ott helyben még Hunor, a másikát Magyar vette feleségül. Kecskehöz ölni, felbe a vájú.
Az Úr megtestesülésének 819. évében ügyek, mások szerint előd, akit egyesek levédnek hívnak, ami talán ludat jelent, és ügyek fiának hisznek, mit lehet tenni, ez a történet már csak ilyen zavaros, volt igen nemes vezére Szkítiának. Szkítia igen nagy föld, melyet Dentümogyernek hívnak. Lakói soha semmiféle uralkodó hatalmának békjóját nem viselték, és mindváig a maguk erkölcsei szerint élnek. Szkítia népének egyik ősétől, magyartól származik a jeles magyar nemzet, másik ősétől, Hunortól pedig a hunok. Bár ez utóbbi állítást sokan vitatják. Hunor ivadékából sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmú Attila fejedelem. Ő az Úr megtestesülésének 451. évében Szittya földről kiszállva Pannónia földjére jött, és a rómaiakat elkergetve uralkodói székhelyet állított magának a Donra és a többi hasonnevű folyóra emlékezvén a Duna mellett. De elég ennyi. Hosszú idő múlva a hős magyar nemzetségből származó ügyek feleségül vette Dentümogyerban őnetbeli a vezérnek Emes nevű leányát. Ettől fia született, aki az Álmos nevet kapta. Isteni csodás eset következtében nevezték el Álmosnak. Nemesének mi álomban gurul madár jelent meg, szárnyaival beterítve télen nemzet gyermeket. Vicces, mint úgy tetszett néki, hogy végül forrásba van. Ágyékából fejedelmek kicső sora születik. És a forrás mivel az összes folyót, amelyek mentén a magyarok éltek, a saját nyelvükön Álmos ősének, Attilának a nevéhez hasonlatosan Etilnek nevezték, a forrás szülte Álmost Attila király újbóli megtestesülésének tekintették, akitől azt várták, hogy mint az égtől való, új életre keltve szervezze meg népét, mely a kazárok adófizetője lett. Írd! A türkök, azaz a magyarok népe Kazáriához közel szerzett magának lakóhelyet, azon a helyen, melyet a sorban első vajdájuk nevéről Levédiának neveznek. A magyarok 7 törzsből állottak, idegen úr felettük soha nem volt. Már egy ideje együtt laktak a kazárokkal, s minden háborújukban együtt harcoltak. Kazária fejedelme, az isteni Kagán, hűségükért és szövetségükért nemes kazárnőt adott feleségül Levedinek, ahogy a bizánci császárnak is, hogy tőle gyermeket szüljön. De a sors úgy akarta, hogy az a Levedi nem nemzett azzal a kazárnővel gyermeket. Történt ugyanis, hogy a besenyők háborút indítottak a kazárok ellen, és legyőzettek. Kénytelenek voltak ezért a saját földjüket elhagyni és a türkökére telepedni. Amikor ezért köztük háború ütött ki, a türkök hadserege vereséget szenvedett, és népe kétfelé szakadt.
Kevés idő múltával a kazárkagán magához hívatta a türkök vezérlő fejedelmét. Azért hivattunk, hogy mivel nemes származású, értelmes és bátor vagy, a magyarjaid között méltóságban első, nemzetet fejedelmévé emeljünk, és cserébe engedelmeskedj a mi szavunknak és törvényünknek. Nagyra veszem irántam való hajlandóságodat és jó indulatodat, és illő köszönetemet nyilvánítom neked, minthogy azonban nincs elég erőm ehhez a méltósághoz, nem fogadhatok szót neked. Van azonban rajtam kívül egy másik úr, akit álmosnak neveznek, legyen inkább ő az a fejedelem, aki szót fogad nektek. A kagádnak tetszett ez a szó, és embereit veleadván a türkökhöz küldte őket, hogy a kazárok szokása és törvénye szerint a mondott álmost fölemelvén fejedelemmé tegyék. Negyven évig uralkodhatsz, de ha előbb fogyatkozik meg erőd és gyengül ítéleted, előbb is kell meghalnod. Úgy legyen! A hét férfiú, a magyarok hét fejedelme, mint arra legalkalmasabbat, álmost választotta vezérül, önként és egyetértéssel. És régi szokás szerint saját vérét egy edénybe csurgatta álmos vezérért, és esküjét ezzel törvényesítette. Urat, hogy a magyar nép ne tűnjön el, hogy újból nép legyen, hogy ősei törvénye szerint megszervezze és új életre keltse a népet, mely rabszolgává lett. Álljatok mellém! Álmos fejedelem akarok lenni! A hungarusoknak, szerintis hungarorum liberanus domine. A hungarusoknak földjét abban az időben aszály sújtotta. Ráadásul túlontúl megtelt idegen népek sokaságával, s ott született övéit már sem táplálni, sem befogadni nem tudta. Yeah!
ungarusok közül sokan, megelégelve növekvő ínségüket és háborgattatásukat, fejedelmeikhez fordultak. Engedjék meg nekik, hadd keressenek új otthont. A hungarusok hét fejedelme, akit mind a mai napig hét magyarnak hívnak, látván a nép szándékát, s azt is, hogy sokan közüle engedelem nélkül is fölkerekedtek, tanácsot tartott, hogy szülőföldjét elhagyja-e, s olyan földet foglaljon magának, amelyen laknia lehet. Választásuk a pannonsíkságra esett. Nem csak isteni sugallatra, hanem mert Szkítiára emlékeztette őket. Mert mint Attila örökét álmos vérségi jogán a magukénak tekintették. És hadi vállalkozásaik során át-átmenve rajta maguk is jól ismerték. Sőt, közülük sokan már korábban ott telepedtek le. Hely volt bőven. Egykorú arab utazó szerint a morvák és a bolgárok határa közt 10 napi lakatlan járóföld terül el, amelyet a hitetlenek avar pusztaságnak neveznek. Az úr megtestesülésének 884. évében a hét magyar kijött Szkítia földjéről nyugat felé, élükön Álmossal, meg a fiával Árpáddal, és az ugyanarról a vidékről való Kazár ellen lázadó szövetséges népek sokaságával. Álmos vezér meg övéi ekképpen léptek a kijevi szlávok földjére. Itt egy időre megtelepedtek. Sokan közülük nem pihentek meg, hanem mentek egyenesen Attila országába. A vitézi nép is folytatta nyugati zsákmányszerző hadjáratait. Álmos Kijevben ütötte fel a szállását. Ennek emlékeként ma is Álmos udvarának hívják e helyet. És az ugorok itt tartózkodására emlékeztetnek mind a mai napig a kijevi Magyar hegy, Magyar hely, Magyar gázlóhely nevek.
korábban a magyarok sorozatosan legyőzték a szomszédos szlávokat. Úgy kezelték őket, mint rabszolgákat, és súlyos adókat vetettek ki rájuk. Álmos idejében azonban a szlávok, akik ekkor még szintén bálványimádók voltak, és a magyarok már összebarátkoztak. Olyannyira, hogy ez utóbbiak közül egyesek szívesen álltak kievi szolgálatba. Színázik a ráru, jászolból a kanca, gazdag a néhoz, koronál a társa, ebéd a konyhán, görcsös az asztal, rajta a kondér, benne a kása, zabál a vajda, meg a komája, dohos a pince, pernyés a pitvar, parlagon a mesdje, ugar a barázda. Nem sok idő elteltével ismét nyerekbe kellett szállniuk. Itt nem maradhattak meg ugyanis a sasoktól, mert hogy azok úgy ellepték a fákat, mint a legyek. Elemésztették barmaikat, sőt, még lovaikat is. Azt akarta ugyanis Isten, hogy minél hamarébb szálljanak le Magyarországba. Ez csupán képes beszéd. Tudnivaló, hogy a sast a magyarok régen török szóval besének is nevezték, és hogy megint a rájuk támadó sas népétől, vagyis a besenyőktől elszenvedett vereség miatt voltak kénytelenek odébb állni. Így esett, hogy az Úr megtestesülésének 895. évében a magyarok, azon kevesek kivételével, akik életüknél is jobban ragaszkodtak ahhoz a földhöz, amelyen laktak, mindig akadnak ilyenek, ismét fölkeltek, hogy kövessék vezérüket és csillagukat. Ekkor már a türkök jobbnak tartották, hogy Árpád legyen a fővezér, mintsem atyja, mivel hogy immár koránál fogva is rátermettebb volt erre a méltóságra. Három hónapig ereszkedtek le a hegyekből, és eljutottak Magyarország és Erdőelve határába. Az Ag Álmos, miként Hajda Mózes sem az ígéret földjére, nem jöhetett be Pannóniába. A történtek miatt népe üdvözülésére Erdőelvében megölték. Álmos az ég fia és áldása, áldozatával kiérdemelte népének, hogy új hazáját soha többé ne kényszerüljön elhagyni. A magyarok a lakatlan pusztaságot szűknek találták barmaiknak, és mivel tudták, hogy a Duna igen jó folyó, és az azon túl lévő lakott részeken is igen jó a föld, úgy határoztak, hogy elfoglalják. Annak a szerződésnek az értelmében, amelyet a morvák időközben elhunyt vajdájával Svatoplukkal kötöttek, a magyaroknak adta az Úr Pannóniát. Szerezte. Magyarok, mikor nagy nevet halljátok, mintha oltár előtt templomba volnátok. Emeljétek meg a kalapjaitokat, már köszönhetitek
lelki hazátokat. Történt pedig az Úr megtestesülésének 955. évében, amikor Fajsz, Árpád unokája volt a magyarok nagy fejedelme, hogy Magyarország néhai és dicső vitézei szörnyű vereséget szenvedtek Bajorföldön. Ó, még a bolondig ricc kobza panaszkodik! A császári parancs cseh német olasz katonákat küld a szintérre. Érszpácélos vitézek oszlopa csapást mér a szekés portyázókra. Csorbulnak a kardok, patkós patagázolja le a bajnokokat. Torban a zászló. Herceg hét kivételével minden foglyot megöletett. Hetet megtartott közülük, és fülüket levágva küldte őket vissza Pannóniába. Mondván... Menjetek magyarjaitokhoz, és mondjátok el nekik! Többé ne jöjjenek egy gyötrelmek helyére! Hogy szavainak nagyobb nyomatékot adjon, a szokástól eltérően lél és bulcsú vezéreket is felköttette. A régi időkben a történtek miatt meg kellett volna halnia a nagy fejedelemnek. De mivel az igaz hit az országban már sokak lelkét betöltötte, csak méltóságáról kellett lemondania. Amen, 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 amen. Utóda Taksony lett Zoltán fia, aki Árpád fia volt. Taksony vezér élete minden napján azon igyekezett, hogy hatalommal és szép szerével országa minden örökségét megtarthassa. A nyugati hadjáratokat leállította, és Németország felé védekezésre rendezkedett be. Atya bölcsességének köszönhetően a hajdani halálos ellenséggel a Magyarországtól keletre országló Besenyővel is testvéri jó viszonyban élhetett, hiszen Zoltán a Besenyők földjéről hozott Taksonynak feleséget. Ebből a házasságból Taksonynak két fia született, akik közül az idősebb, Géza lett Magyarország 5. vezére. A fejedelem asszonnyal Tonuzaba vezérlete alatt sok Besenyő vitéz is érkezett, akiknek javát Taksony a nyugati gyepű mentén telepítette le a székelyek szomszédságába. A németektől félve... Szövetségeseikkel, besenyőkkel és orosz vikingekkel, meg fallal és mocsárral vették körbe magukat. Béke honolt az országban és a határokon. Taksony mindenkivel békét tartott, csak Bizánccal nem.
Bizánc az augsburgi csatavesztés hírére beszüntette a magyaroknak fizetendő évi adót, vagy ahogy a görögök mondták, ajándékot, ami nem csak az immár emberöltő óta tartó magyar-bizánci békét borította fel, de azt is eredményezte, hogy Taksony és utódai a keresztény népek közé való békés beilleszkedés módját ettől fogva nem Bizáncon, hanem Rómán keresztül keresték, a nagyhatalmú német-római császár közbenjárásával. Amikor Taksony megöregedvén a testbörtönéből minden húsnak útjára költözött, elsőszülött fia, akinek a nevét ma Gézának mondjuk, lett a magyarok nagyfejedelme. Géza, a dicső, Besenyő anyjának köszönhette a nevét, mely a türk Istemi Kagán ős címe volt eredetileg. Trónörökösként Géza bevett magyar szokás szerint Biharban uralkodott. Fejedelemként is itt, az ország kellős közepén volt téli szállása, vagyis állandó székhelye, amelyet ősanyjáról, népe szent állatáról elnevezett szarvashalmán emeltetett. A régi hitben született, és amikor fejedelmi méltóságba emelték, atyját is eleink törvénye szerint temette el a Csepel-szigetnél. De ő maga, na nem azért, mert a szívére, hanem mert az eszére hallgatott, hamarosan keresztvíz alá hajtotta a fejét. A kereszténységben az első szent mártír után, mint utóbb szent fia is, az István nevet nyerte. Ez illett egy fejedelemhez, lévén, hogy István magyarul megkoronázottat jelent. Öccse pedig, mivel kiváló vitéz volt, és vezérként a nyugati végeken vigyázta a hazai földet, az égi seregek arkangyali hadnagya után a Mihály nevet kapta a kerességben. A mindenható Istennek és különféle képzelt isteneknek áldozott. Amikor főpapja emiatt szemrehányást tett neki, azt felelte. Elég gazdag és hatalmas vagyok ahhoz, hogy megtegyem. Noha maga Géza fejedelem belesüppett a pogány életmódba, mégis midőn keresztény élet, e hit megerősítése véget tombolt vonakodó alattvalói ellen. Roppant kegyetlenül. Hatalmaskodva bánt övéivel. Hadainak minden nagyját az igaz Isten tisztelet érdekében mozgósította, akiket pedig eltérő úton talált, fenyegetéssel és megfélemlítéssel igázott le. Sokakat megölt. Ugyanakkor az idegenekkel irgalmasan és bőkezűen bánt, kiváltképp a keresztényekkel.
És atya nyomdokát követve a körös körül fekvő valamennyi tartománnyal békét tartott. Magyarország ebben az időben Bizánc és a Német Birodalom közvetlen szomszédja lett, és mivel a két birodalom házasság révén szoros szövetséget is kötött, Gézának, ha nem akart harapófogóba kerülni, lépnie kellett. A már említett okok folytán csak Nagy Ottóhoz fordulhatott, s mint láttuk, meg kellett keresztelkednie. Géza szándékáról értesülve a németek és rómaiak császára térítőket küldött magyar földre. Mi Ottó Isten kegyelméből felséges császár Piligrimnek, a Passaui Egyház tisztelendő püspökének üdvözletünk és kegyelmünk. Sankt Galleni Bruno püspököt küldjük hozzátok, és kedveltségteknek ajánljuk azzal, hogy a legmesszebb menően segítsétek, tiszteletteljesen és a legkörültekintőbben vezessétek úti szükségletekkel ellátva a magyarok végeire, amilyen közel csak lehet. Őt azért delegáljuk oda, hogy királyukat minél előbb összeköttetésbe hozza hatalmunkkal. Nektek pedig igen nagy gondotok legyen, hogy ez a követség a legbiztosabban létrejöjjön. Mert ha feltett szándékunk sikerrel jár, abból nektek is felettébb nagy hasznotok lesz. Isten véletek! Géza fejedelem elrendelte, hogy minden keresztény, ki királyságába be akar lépni, a vendégbarátság és biztonság kegyelmében részeltessék. Felhatalmazta a papokat, hogy elébe járuljanak. Szíves örömest hallgatta zsolozsmáikat szövétnekek világánál, vecsernyéiken, kedvét lelvén abban, hogy az úr malasztjának keble kertjébe vetett magja kicsírázik. Orostyán is serkoszogva jussa, az őr figye az álom, akolban a magyar a bárány jármában, bárkája révben, parton, nem zátonyon, halleluja. Minek szaporítsam a szót? Eljött az égben rendelt idő, háza népével együtt hitt. Hitt? Minden esetre megkeresztelkedett, megfogadván, hogy minden uralma alá vetett alattvalóját a keresztény hit szolgálatába állítja. És a hozzá hű vezéri nemzetségek sarjai közül 12 főúrat kiválasztván, azokat a 973. év húsvétján tartandó királytalálkozóra küldte a kvedlinburgi császári udvarba. A találkozón megjelent a dán, a cseh uralkodó, a lengyel trónörökös, s követséget küldött számos magát szabadnak és függetlennek hívő uralkodó, így a bizánci császár és a hamarjában megkeresztelkedő magyar král Géza fejedelem. Személyes távolmaradása azt jelentette, Magyarország a keresztény Európa része akar lenni, de nem lesz hűbérese senkinek, még a német-római császárnak sem. Egy éjjel csodálatos látomással vigasztalta meg az úr.
béke veled Krisztus választottja. Megparancsolom, hogy szűnjenek meg gondjaid. Nem néked adatot meg véghez vinni, amit eszedben forgatsz, mert mint amaz bibliai Dávidét, kezedet emberi vér szennyezi be. De tőled ered a születendő fiú, mint a mondott Dávidtól Salamon, kire az Úr mindezek elrendezését az isteni gondviselés szándékainak megfelelően rábízza. Ő az Úrtól választott királyok egyike lesz, s a földi élet koronáját majd az örökkévalóval fogja fölcserélni. Hamarosan újabb követi ő hozzád lelki követségben. Ő majd megmutatja, mit kell tenned. Nem sokára ezután történt, hogy Géza fejedelem és öccse Mihály az ország köldökén emelkedő szarvashalmi téli szállásukról kiindulván vadászni mentek. Légy üdvözz, fejedelem! E szarvasban, akire vadásztál, én vadásztam Tereád. Én a mennyei atyának a követe vagyok. Tőle hozok néked üzenetet. Ezen a helyen építsd föl székvárosodat, és emeltess egyházat a magyarok első püspökének. Bizony nem szarvas volt az, hanem Isten angyala. Mondjad, kedves bátyám, mit jelentettek az égő gyertyák, miket a szarvas szarvain láttunk? Nem szarvak voltak azok, hanem szárnyak, nem is égő gyertyák, hanem fényes tollak. Lábát pedig azért vetette meg ott, hogy ott építsük fel székhelyemet, és ne másutt. Géza nyugatra fordulásának legbiztosabb jele, hogy új állandó székhelyét az ország közepéről nyugatra Esztergomba helyezte. Hiszen e helyet a Duna a német-római birodalom központjával köti össze, s szinte karnyújtásnyi közelségbe hozza. Innen hozat fiának néhány év múlva királyi vérből való feleséget. Így kötötte be országát több mint 1000 éve Európa vérkeringésébe. Ma, kereken 1000 esztendővel azután, hogy Szent István megalapította európai államát, karácsonyi Szent István napján szolgái, a regösök még mindig megidézik a magyarok régi-régi vezérállatát, a csodaszarvast.
ahol keletkezik kertjékes nagy út, amellett keletkezik egy harastó állás, az is felfogá az aprósásoskát, arra is rászokik csodafiú szarvas. Haj, regőrejtem, regőrejtem, noha kimennél, uram, Szent István király, vadászni, madarászni, de ha nem találnál sem vadat, sem madarat, hanem csak találnál csodafiú szarvas. Haj, regőrejtem, regőrejtem, nesés, nesés, uram, Szent István király, az én halálomra én sem vagyok vad lövő vadat, hanem én is vagyok az Atya Istentől, hol